karcakupa karateverseny, felújították a tájházakat, tegyünk az élelmiszerpazarlás ellen, szállodai lopások. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcak Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 9-én 18 óra 5 perckor. A KS-ek karate szakosztály két versenyzője, Magyar Levente és Rackó György is indult a sportcsarnokban megrendezett 19. Karate Nagykunkupa Karate Gyermek, Serdülő, Ifjúsági, Junior, Felnőtt Országos Kata és Kokdon Kyokushin Karate versenyen, tudtuk meg Gyarmati Imre szakosztályvezetőtől. A KSS szakosztálya nevében Gyarmati Imre köszöntötte a versenyzőket és edzőiket. Egy nemzetközi versenyen vagyunk, ahol négy ország a magyar karate társadalom mellett a horvátok, szlovákok és az ukránok jöttek el erre a kis rendezvényre. Magyar Levente indul ifjúsági korcsoportban, formagyakorlatban és küzdelemben is, és Rackó György pedig formagyakorlatban vesz részt a versenyen. Egész országból érkeztek, tehát természetesen Dunántúlról és Győrből is, nagyon messziről is eljöttek, Tatáról. Több mint 30 egyesület vesz részt. Igaz, hogy nem olyan nagy lélekszámú most a versenyünk, viszont elég sok klub vesz részt rajta. Sajnos az a tendencia, hogy egyre kevesebben vállalják a versenyzést a gyerekek között, és azt tapasztalható, hogy egyre kevesebb az olyan verseny, ahol nagyon magas létszámmal küzdenek. Jelen pillanatban a formagyakorlat verseny, úgynevezett kata verseny zajlik. Azt kell tudni róla, hogy mi azt mondjuk, hogy a képzelt ellenfelekkel való küzdelem tulajdonképpen egy technikai sor, és ezeket kell bemutatni a versenyzőknek. Van egy szabadon választott, és van egy kötött formája, és zászlós rendszerben versenyeznek, úgyhogy kieséses rendszerben, aki kiesik, az természetesen nem folytathatja, és így kerül eldöntésre a végső győzelem. A másik pedig a küzdelem, úgynevezett knockdownban küzdenek, ami teljes erejű ütés és rugás jelent. Természetesen a gyermekeknek kötelező védőfelszerelést kell felvenni, de így is azért eléggé megterhelő ez a küzdelem. Mint elhangzott, a városban most indítanak ovisoknak is karate oktatást. A karate az iskolások körében már népszerű. A városban most van felvétel, és úgy gondoltuk, hogy óvodás és gyermek és felnőtt csoportot indítunk, és azt kell mondani, hogy elég szép számmal jelentkeznek. Tehát ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy elkezdtük ezt. Itt fönt a sportcsarnokban, a galériában és a kisteremben megosztottan zajlanak az edzések. A több éves edzés után nem csak szellemileg, fizikálisan, hanem olyan gyerekek kerülnek ki, ahol tulajdonképpen bárhol megállják a helyüket. Azt gondolom, egy picit az önbizalmukat is növeli, és ez nagyon fontos a mai gyerekeknél, hogy nem bújnak el, nyíltan oda tudnak menni, hozzá tudnak szólni. Mindent, az egész személyiségét fejleszti. A két karcagi versenyző mellett, akik kata formagyakorlatban már a verseny kezdetén szépen szerepeltek, a karcagi szakosztály karatésai bírálták, hiszen ifjabb Gyarmati Imre és Gyarmati Ildikó most nem indulóként, hanem a bírói testületben vettek részt. Az önkormányzat részéről Szepesi Tibor önkormányzati képviselő, a KSE ügyvezetője köszöntötte a 30 hazai és külföldi egyesületből érkezett karatésokat. Aki elkezd karatézni, az ízig vérig, reggeltől estig mindig a sportágával foglalkozik, hiszen nem csak egy fizikai sportágról beszélünk, hanem egy szellemi sportágról is, hiszen komoly szellemi felkészülést igényel azoknál a versenyzőknél, akik elkezdenek versenyezni, vagy akik csak a forma gyakorlatban mutatják meg erejüket, hiszen annak kezdődik nem soká az eredmény hirdetése, szerencsére nagyon szép karcagi eredményekkel is. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem vesztett a népszerűségéből, egy kemény életforma, aki belevág. Mindig van olyan utánpótláskorú versenyző, akik az idősebbek árnyékában felnőve nagyon szép és nagyon komoly eredményeket tudnak elérni, nem csak
hazai, hanem nemzetközi szinten is. Nagy öröm az, hogy igen, az országos szervezet is úgy látja, hogy karcag mindig színvonalas és magas szintű versenyt tud rendezni, amely nem csak az eredményekben, hanem a körülményekben is megmutatkozik. Szeretnek idejönni, szeretnek itt versenyezni, szeretnek együtt lenni a karatékák. Mint elhangzott, nem csak egy sport, egy időtöltés, szórakozás a karate, hanem egy életformának választják sokan ezt a sportágat. A fiatalok és idősebbek egyaránt is, ez is jelzi, nem vesztett a népszerűségéből. A Györffy István Nagykun Múzeum egész évben látogatható. A két tájház azonban szeptember végén bezárt, tudtuk meg dr. Nagy Molnár Miklós igazgatótól. A tájházak felújítás alatt vannak, a nagykunsági tájház nem látogatható. A fazekas háznál is munkálatok folynak, lesz egy fazekas műhely, ahol majd a korongozást is ki lehet majd próbálni, az elektromos kemencén pedig kiégetetik a látogatók, amit készítettek. Fazekas ház, aki arra járt, az láthatta, hogy munkálatok folynak. Tulajdonképpen befejeződik az a, illetve zajlik az a második ütem, a fazekas háznak a felújításának a második üteme, amelyet már régenben elterveztünk 2013-ban. A fazekas műhelynek a kialakítása, illetve pontosabban most már a csinosítása, és megvalósulott egy akadálymentes WC is. Ugye ez nagyon neuralgikus pontja volt a fazekas háznak általában, hogy nem volt normális kiszolgáló helyiség, és most ez is megvalósul, illetve egy hátsó épületben a fazekas műhely ki lesz, tehát rendesebben ki lesz alakítva, mint eddig volt. Lesz bent korong, a legbelső helyiségben lesz korongok, ahol ki lehet majd próbálni a korongozást is, illetve a fazekaskodást. Itt, ahogy belépünk, ott az első helyiségben pedig egy elektromos kemence, ahol ki lehet majd égetni azt, amit készítettek. Távlati tervek között fazekasokkal, keramikusokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokat is terveznek majd jövőre oda. Távlati terveinkben az van, hogy múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervezünk oda fazekasokkal, fazekassal, illetve kerámikusokkal. És most, hogy ugye végig gondoljuk, hogy is állunk fazekasban, számítunk itt minden karcagon élő korongosra, ugye, hogy jön és segít nekünk, illetve hát a közelben lévő fazekasokra is, itt például a tiszafürediekre gondolok, akikkel majd szervezünk programot, és akkor különböző módon, különböző dolgokat meg lehet tanulni, meg lehet. A terveink azok teljesen távlatiak olyan szinten, hogy akár elkészíthet valaki egy edényt is magának, akár mázaszhatja is. Hát, hogyha ezzel kedvet tudunk kelteni a fiatalokban a fazekasság iránt. A szélmalom sem látogatható, hiszen ott is munkálatok folynak. Később a vitorlák visszaállítását is tervezik. Aki arra járt, az láthatta, hogy nagy munkálatok folynak a szélmalomban, hiszen meg kell oldani a vízelvezetést, mert sajnos eléggé párás, illetve vizes lett a szélmalom a talajvíznek köszönhetően, és most ezek a munkálatok folynak, és utána az anyagi lehetőségeknek megfelelően, anyagi lehetőségekhez mérten tervezzük természetesen a vitorlák visszaállítását. Ezt még sajnos nem tudom megmondani, hogy mikorra várható. Valószínű, hogy ebben az évben, illetve lehet, hogy még jövőre sem tudjuk megvalósítani, mert valószínű, hogy a költségek nem fogják fedezni a vitorlát. Jelenleg a köves daráló az látogatható. Van nekünk egy olyan kiállító helyünk, ahol azért meg lehet ezeket nézni, illetve a gabonával kapcsolatos tárgyakat meg lehet nézni. Ugye a Kerekes István utca és a Kisújszállási utca sarkán, Kisújszállási utca sarkán látható az a daráló, amelyet dr. Sütő Mihályné ajánlott föl annak idején a városnak, illetve kezeli Klárika néni, és mindenkit nagy szeretettel lát. Szinte azt mondhatom, hogy a nap szinte 24 órájában, minden nap
Úgyhogy ez azért hál' Istennek pótolja, ha nem is teljesen egészében, de azért valamilyen szinten pótolja azt, amit a szélmalomban láthatnánk. A múzeumban a hónap végéig még látogatható a Szolnoki Múzeum kiállítása. Novemberben a Hortobágyi Nemzeti Parkkal közösen fotókiállítást, decemberben a Katolikus Egyházzal közösen egy emlékkiállítást hoznak a múzeumba. Januárban Hamzadi Ákos emlékkiállítása lesz látogatható, s több múzeumpedagógiai foglalkozás is lesz a gyerekeknek. Novemberben tervezünk a Hortobágyi Nemzeti Parkkal közösen egy ilyen természetvédelmi kiállítást, legalábbis egyelőre előzetes megbeszéléseink zajlanak, és decemberben, úgy karácsony előtti adventi időszakban pedig a Katolikus Egyházzal közösen tervezünk egy kiállítást, hiszen 250 éve lesz annak, hogy Karcagon létrejött a katolikus plébánia. És ebből az alkalomból Gulyás Zsolt atyával egyeztetve, és tehát az egyházzal egyeztetve tervezünk egy kiállítást itt a múzeumban, ami valószínűleg át fog húzódni januárban. És januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából pedig Hamzadi Ákos festőművésznek a kiállítását fogjuk megnyitni. Az ő anyaga Jászberényben található, és Hamzadi Ákosról annyit kell tudni, hogy ugye sokan tudhatják is, hogy nem csak festőművész volt, hanem Brazíliában élt, de éppen Magyarországról származott el, illetve ment ki, és nagyon sok jó magyar filmnek a rendezője, például az Egy szoknya, egy nadrág című filmvégjátéknak a rendezője, tehát az ő munkásságát fogjuk bemutatni januárban. Mindenki megnézi a lejárati időt, mielőtt elfogyasztaná az ételt. Ha a dátum lejárt, a legtöbb ember kidobja az élelmiszert, mert azt gondolja, hogy az már nem fogyasztható. Valóban így van. A lejárati idő egy bűvös dátum. Minden élelmiszernek van valamilyen lejárati ideje, s minden rutinos vásárló megnézi ezt, mielőtt a kosárba tenni a megvenni kívánt terméket a boltban. Általában a legtávolabbi dátumot részesítjük előnyben. Azt gondoljuk, hogy minél távolabbi a lejárati idő, annál jobb, hiszen több időnk marad azok elfogyasztására, és otthonunkban a vásárlást követően jellemzően nem fogyasztjuk el azonban minden terméket, hanem bepakoljuk a hűtőbe, vagy a spájz polcára tovább tároljuk. Aztán egyszer csak elérkezik a fogyasztás ideje. Ekkor a legtöbben rutinszerűen dobjuk a kukába az ételt, ha az a lejárati időn túl van. Azonban nagyon nem mindegy, hogy az adott élelmiszernek a minőség megőrzési ideje, vagy a fogyaszthatóság ideje járt le. Mielőtt kidobnánk az ételt, győződjünk meg arról, hogy valóban fogyaszthatatlan az élelmiszer. Sokan tehetünk az élelmiszer pazarlás ellen ezzel. A minőség megőrzési idő csupán azt jelenti, hogy az adott terméknél a megadott határidő lejárta után állagában, színében, ízében változás következett be. De egyrészt nem biztos, hogy bekövetkezik, másrészt pedig, ha be is következik, akkor a fogyaszthatóságot nem befolyásolja, nem betegítenek meg bennünket, ha ezt elfogyasztjuk. A fogyaszthatósági idő lejárta után sem jelenti azt, hogy az étel landolhat a kukába. A fogyaszthatósági idő lejárta után is győződjünk meg arról, hogy valóban fogyaszthatatlan az adott étel. Az étel szaga árulkodó ekkor, ha az megváltozott, akkor már ne fogyasztjuk el azt sem. Ne pazaroljuk az ételeket. Már vége a nyári szezonnak, de hamarosan megkezdődik az őszi szünettel az idei wellness szezon. A magyar nyaralók többsége a törölközőt viszi el leggyakrabban a szállodákból, 10 magyar szállásadóból 9-nél fordult már meg olyan vendég, aki nem csak a saját tárgyait csomagolta be. A kés, a villa és a kanálfogyó eszköz, de a beépített tűzhely ellopása már jóval extrémebb vendégeket feltételez, a lopási módszerek pedig megdöbbentőek. Legextrémebb az, amikor tusolófejet találtunk, hiányosan természetesen nem volt bent a szobában, illetve a mi energiatakarékos izzóinkat kicserélték a saját otthoni hagyományos izzóikra. Leggyakrabban a szálláshoz tartozó textíliák, például a törölközők, az ágyneműk tűnnek el, ezt követik a konyhai felszerelések és a kisebb-nagyobb elektromos eszközök, például a távirányítók. A legnépszerűbb termék, hogyha mondhatom így, akkor törölköző, köntös, kiskanál, nagykanál, de jóformán szinte ténylegesen minden, ami mozdítható és belefér a táskába, az elviszik.
Éves szinten ez egy minimum 1,5-2 millió forintot jelent nekünk, attól függ, hogy mennyire intenzívek a vendégek. Legalább ennyit kell belefektetnünk, hogy szinten tudjuk tartani a készletünket. Volt olyan apartman, amelyből egy évig az összes beépített háztartási gépet, például a tűzhelyet is kiszerelte, de az értékesebb műszaki cikkek közül az LCD TV-ket viszik el leggyakrabban. Egy szállásadótól a vendégek kértek egy nagy dobozt, mondván elromlott a bőröndjük, végül ebben vitték el a tévét is. Más véletlenül látta meg, hogy a lepedőből font kötélen eregetik le az értékeket az emeleti szobából, vagy hogy a kerti bútorokat pakolják a minibuszba. Televíziónk által megkérdezett szájrás helyről még az energiatakarékos izzót is ellopták. A szobáinkban ilyen energiatakarékos izzókat használunk. A cseles vendég kicserélte a hagyományos izzóra, hogy nekünk ne tűnjön fel egyből az, hogy hiányzik belőle a miénk. Sokan viccesnek találják, de elítélik a szállodai lopásokat. Nem hiszem, hogy azért szükségük van, mert aki egy ilyet meg tud fizetni, egy szállodát, mert ez nem annyira olcsó, szerintem, aki meg tudja fizetni, ezt fölöslegesen miért viszi el? Most csak úgy nem tudom, miért viszi el, de biztos, hogy nincs rá szüksége. Szerintem nincs szüksége. A falusi vendégházak kertjéből többször tűnt el minden termés, de egy 250 kg-os díszként szolgáló bazaltömnek is lába kelt. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!